Kedves nézőink és hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberére, ahogy egyházak szerepe a mai társadalomban című műsorunk mai adás alkalmából. Külön szeretettel köszöntöm Kondor Péter, a Magyar Evangélikus Egyház déli egyházkerületének püspökét. Köszönöm. Örülök neki, hogy elfogadtad a meghívást és a beszélgetést. Tudjuk, az Evangélikus Egyház volt és jelenlegi püspökeivel ebben a sorozatban azért találkoztunk, és sok hasonló, de mindegyik más élettörténettel és szolgálattal adta a példát, hogy hogyan lehet egy ilyen 40 év után az embereknek a hitét, a hovatartozását, annak segítését, szóval egyáltalán az, hogy az ember emberré váljon, és ne színekbe gondolkodjon, mert van annál magasabb szint is, az nem színbe gondolkodik, hanem az ő érte van. Ha valaki ezt próbálja az emberiségnek, és különösen a jövő nemzedéknek, a mindennapi életébe elérni, akkor abból az emberből igazi emberré válhat. Neked ilyen pályád volt, és van, és lesz a jövőben is, hiszen fiatal emberről lévén szó. De mielőtt neki fognánk egy kicsit a te szolgálatodnak az eddigi működését érintő tapasztalataira, azért eddig még se egyikől se kérdeztem meg, hogy is alakult maga a Magyarországi Evangélikus Egyháznak a szervezeti építése. Ugye most 3 egyházkerület van, úgy te vagy a déli. Na de ha belegondolunk, hogy van 19 megye és főváros, akkor ezek a közigazgatási megyékből hányat ölel föl a déli, az északi és a nyugati, jól mondtok? Igen, igen. És miért pont ennyi, és miért nem 4, mint mondjuk a reformátusoknál, és miért nem 2, és miért nem 1? Szóval tulajdonképpen ennek van egy történetiség, ami valóban tényleg a nézők és a hallgatók lehet, hogy ezen keresztül is megismerik, hogy ők hova is tartoznak, ha még nem tudják esetleg. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek, és egy picit erről, és utána mennénk a te élettörténetedbe. Hát, hogy ne Ádámtól és Évától kezdjük, én is köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat is. De hogy ne Ádámtól és Évától kezdjük, talán egészen röviden onnan indítanám, hogy Trianonnak talán az egyházok közül a legnagyobb vesztese az evangélikusság volt, hiszen az elcsatolt területeken él nagyon nagy számban az evangélikusság. Tehát, hogyha Trianon előtti és utáni arányokat megnézzük, az egyháztagok arányát a különböző felekezetek között, akkor ott az evangélikus egyház a legnagyobb vesztes. És nyilvánvalóan ebben a kis országban már nem lehetett ugyanazokat a méreteket és elosztásokat követni, területi beosztásokat, amelyeket korábban. Így az azt megelőzőnek ilyen értelemben van, hogy természetesen visszatekintünk mi déliek, különösen a bányakerületre még abból az időből, de egy teljesen új rendszer alakult ki, és amiben már én felnövekedtem, az már a 2 kerületes rendszer volt, ma már 3 van, valóban helyesen mondtad és soroltad, de északi és déli egyházkelet volt, tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy vízszintesen volt elválasztva az ország, tehát nyugati határtól a keleti határokig volt északnak is és délnek is. Annak idején Harmati Béla püspök úr volt ugye az én felszentelő püspököm, és 11 éven át tulajdonképpen ő volt a püspök a kezdeti szolgálati éveim alatt. És tulajdonképpen ezekben az években a rendszerváltozás után gyorsult fel az a folyamat, hogy elsősorban a nyugati kerület, a mostani nyugati kerület képviselői, vezetői, mértékadó gondolkodói kezdték azt szorgalmazni, hogy jöjjön létre újra a nyugati, zárójelben hozzá kell tennünk a régi Dunántúli egyházkerület. Ez azonban ma már nem úgy működik, hogy látjuk a Dunát, és onnantól Dunántúl van, mert ugye hogy lehetne 3 részre osztani akkor az országot, nem lennének meg az arányok.
Ezért valóban van egy nyugati egyházkerületünk, és van egy északi, meg egy déli, de nekünk déli kerületben is nagyjából a területek arányosak, a gyülekezet számok nem teljesen egyformák, hiszen a település szerkezetek nagyon mások, a Dunántúli egyházkerületben nagyon sok pici szorvány van, egészen kicsi falvak, ezt a nézők, hallgatók egyaránt ismerik a település szerkezeteket, és evangélikus szempontból az a sajátosság, hogy nekünk délen vannak nagyobb városi gyülekezeteink, amelyek tulajdonképpen evangélikus alapítású városok. Ma már nyilván rengeteg vegyes házasság, már Békés Csabán is, ami egy evangélikus település volt, azonos nagyságrendű a katolikus és az evangélikus gyülekezet lélekszámukat tekintve, és a reformátusok is nagyon szépen vannak jelen, és egy nagyon klassz, erős gyülekezetük van. De tradicionálisan Békés Csaba ugye a felvidékről, a török dúlás után elnéptelenedett területekre hozott telepesek, népesítették, behozták a Tranosciuszt, azt a vastag, gótbetűvel írt, hát mondhatom így ócsenyelven írt énekes könyvet, amiből egyébként máig énekelnek a szlovák nyelvű istentiszteleteken, mert az igehirdetés ezeken szlovákul, hát hogyha, ahogy ők mondják, magukról tótul hangzik, ez is egy régi nyelvjárásból itt maradt, sok magyar szóval is olykor kevert nyelv, de ez a tradíció, és Szarvas mezőberény, ahol egyébként német gyülekezetünk is van, tehát van egy kis németség is a Békés megyében is, de hát Tolnában pedig egészen jelentős. Nyilván akik a mai időkig megmaradhattak, hiszen jelentősen megfogyatkoztak a történelem legkülönbözőbb viharai folyamán, de bizony tehát Tolna Baranya is a déli kerülethez tartozik, tehát ott átnyúlunk a Dunántúlra. Békés Csongrád, Bács-Kiskun, Tolna Baranya. Somogy? Nem, Somogy-Zala az már egészen a Dunántúl. Értek. Szolnoknak egy egészen kicsi része itt Mezőtúr magasságában, egy egészen kevés Szolnokból. És most itt ülünk Budapesten, azon belül Pesten, és nekünk van egy pesti egyházmegyénk. De a pesti egyházmegye egy sziget az északi kerületben, mert amikor még... Itt már a Duna. Mert ott a Duna választ el, de ugye ezt is sokan kérdezik, hogy lehetett ez. Hát ez abból adódik, hogy amikor még csak északi és déli kerület volt, akkor Buda az északhoz tartozott, Pest pedig a délhez, és a székhelye, a püspöki székhelye így tradicionálisan megvolt a északnak Budán, a délnek Pesten, és amikor kialakult a három kerület, és új elosztás jött létre, és Budapest környéke is az északi kerülethez került egészen logikus módon, hogy a déli püspököt ne mozdítsák el, és egyébként ma mondjuk ki, hogy szinte mindenért Budapestre kell jönni, az ember ügyeket intéz. A győri püspök kollega, János püspök, hát bizony jelentős mennyiséget kell, hogy autóba töltsön, és az azért lehet ugyan telefonálni, meg ha gépkocsi vezető van, ma már az autóba is van internet elérés, és lehet dolgozni, de nem egészen ugyanaz, mint hogyha az ember le tud ülni, és tárgyalni, vagy az asztalánál dolgozik. Ez igaz. És emiatt maradt meg ez a ragaszkodásunk a pesti székhelyhez, és hogy a pesti székhely meglegyen, így tehát Budapestből Pestnek a közigazgatási határain belül szintén déli kerület, de a környező települések már északhoz tartoznak. Úgyhogy körülbelül ez a felállás. És ez a te déli részed, ez körülbelül 6 és fél, igen. Mondjuk közigazgatási megye. Igen, egyharmad ország. Egyharmad, egyébként 17 egyházmegyénk van összesen, ebből 5 van nálunk a déli egyházkerületben, és 6-6 a északon és Dunántúlon, nyugaton. Na hát azt hiszem, hogy nem árt, hogyha a nézők, hallgatók tudják, hogy végül is, aki még, tegyük föl, a szülői tradícióval még nem élt, de érzi, hogy hova tartozik, vagy legalábbis hallott róla, akkor tudja, hogy mondjuk Kondor Pétert érdemes megkeresni, hogy szeretném újra élni azt, amit a nagyszüleim éltek, Luther gondolatait és eszméit, és egyáltalán keresztény életet, és a tisztességes emberkapcsolatokat is megtanulni, mert ez az alapja, azt hiszem, az egésznek. Na de hát akkor most egy kicsit rólad, ugye, hát ha jól emlékszem, 68-ba születtél,
Tehát egy fiatal emberről van szó. Annyit azért hadd kérdezem, hogy ahány egyház, annyiféle az úgynevezett nyugdíjban menő évek száma. Ugye, ha a katolikus veszem, ott 75, amikor be kell adni a pápához ugye, a nyugdíjkéremet. A reformátusoknál most azt hiszem, a 72, nálatok 67, de, és született később egy olyan, hogy a de hogyan lehet egy püspök esetében több. Erről egy picit, mert ezt sem mindenki tudja. Igen, akkor itt egy kicsit helyesbítenem kell. 65 a hivatalos nyugdíjkor. Ja, igaz, bocsánat, és 70, és, 67. És plusz két év lehetőség van. 67. Plusz két év lehetőség van, de nem csak a püspököknél. Minden lelkész kollégánál megvan a lehetőség. A jelenlegi törvény szerint egyébként ennek a nyugdíjtörvénynek folyik egy átgondolása a zsinat előtt, tekintettel arra, hogy egyrészt nagyon jó kondícióban lévő lelkésztestvérek is vannak 67 éves korban is, és látjuk azt, hogy van, akinek tényleg nehéz visszavonulni egy nagyon aktív szolgálatból, amikor még ereje, szellemi frissessége teljében van. Persze nem úgy, mint egy 40 éves, de hát valljuk meg, hogy már most 51 néhány éves vagyok, már ilyenkor is érzi az ember, hogy nem 30. És nyilvánvalóan, amikor 65 éves, érzi, hogy már nem 50. De tudjuk azt, hogy vannak, akiket kár elengedni, és nyugdíjasként is hát a legkülönbözőbb módokon próbáljuk kérni az ő segítségüket. Egyébként hadd említsem Gáncs Péter püspöktestvéremet, hát az én elődömet, vagy Szebik Imre püspök urat az Északon, de ők mindketten annyira nagy szolgálatot végeznek, máig rendkívül aktívan vesznek részt a gyülekezetek, a kerület az egyház életében, akár nyugodtan lehettek volna még hosszabban szolgálatban, de visszatérve 65 a nyugdíjkorhatár, a püspök személyesen tudja eldönteni, ő maga dönthet arról, hogy folytatja 67 éves koráig. A jelenlegi törvény szerint a lelkész testvérek pedig, mind férfiak, mind nők egyaránt, ha tovább szeretnének szolgálni, ezt a gyülekezet presbitériumával kell egyeztetni, tehát egyetért a presbitérium, egyetért a lelkész, és ha ezzel egyetért a püspöke is, akkor 67 éves koráig szolgált. Uh-huh. A legtöbbször élnek vele egyébként. Uh-huh. A legtöbbször Péter, ez jó, amit vele. Mondtál, én ezt egyszer Szebik Imre nekem nagyon jó barátom, hiszen tudom. Egykorúak vagyunk, és együtt is ünnepeljük a születést. Jó, ő egy nappal fiatalabb, így mindig, amikor beszélgetünk, akkor kedves bátyám, kedves öcsém, mert ugye egy nap minden más stimmel. Na de nem ez az érdekes. Annyira aktív időszakában volt, hogy én sajnáltam, hogy ő miért megy haza? Miért kell neki otthon? Tehát amikor azt mondod, hogy gondolkodtok a saját nyugdíjtörvényetek, ezt minimum 70-ig érdemes lenne fölvinni. Nagyon röviden a javaslat ennyi, hogy 65 lenne ugyanígy a első elérhető határ, de ugyanezzel a rendszerrel, mint most 67-ig, kitolható lenne egészen 70-ig, tehát senkitől nem szeretnénk elvenni lehetőséget. Ha valaki úgy érzi, hogy 65-nél ő letenné, mert nincs erő, vagy megfáradt ebben, és inkább unokák, kertészet, stb., akkor nyugodtan megteheti, de amennyiben érez magában erőt, és a vezetői is úgy látják, püspöke, a gyülekezet presbitériuma, akkor pedig jó szívvel tudjuk tovább engedni. Hát a presbitériumot a hívek képviseli. A presbitérium a híveket képviseli, tehát ők ugyanálunk nagyon demokratikus az egyház szervezet, mindig alulról választott mindenki, egészen a püspökig. Tehát, hogy a gyülekezet presbitérium az a gyülekezet tagjai közül választott, konfirmált egyháztagok, akik szívükön viselik, szívvel, lélekkel vesznek részt a gyülekezet életében, és ezért a döntéshozó testületük. Még egy ilyen kis jogi dolgot, hogy ahhoz, hogy valaki mondjuk püspök vagy püspök elnök legyen, milyen kritériumok vannak? Tehát hány év szolgálat kell, mondjuk lelkipásztori szolgálat, ahhoz, hogy esetleg a zsinat azt mondja, hogy igen. Emlékeim szerint, a jelenlegi törvény szerint mindig szeretem, ha egyeztetünk, hogy nagyjából miről lesz szó, mert az egyház jog az nem feltétlen. Mindig van a fejünkben minden tekintetben az igazság, hogy amikor választásokról van szó, akkor és a legtöbben talán a püspök testvérek is így vannak, meg esperes kollégák, hogy kinyitjuk, mert az elmúlt néhány évtizedben annyit csiszoltunk a törvényeinken, igazítva egy kicsit a
világ előre haladásához is, meg a saját jó gyakorlatunkat is lekövetve. Ne a betű fogjai legyünk, ez egy nagyon fontos dolog, hanem a szolgálat javára legyen. De emlékem szerint 15 év lelkész szolgált, és megvan, hogy ebből legalább hány év gyülekezeti lelkészi szolgálatnak kell lenni. Nincs magas egyéb határ, tehát nem életkorhoz van kötve, hanem ilyen értelemben bizonyos szolgálati évekhez van kötve, és nálunk nyugdíjig választják a püspököt. És a lelkész lehet még így választani, hogy tulajdonképpen nyugdíjig választja egy gyülekezet. Minden más tisztség, esperesség és a legkülönbözőbb tisztségek, zenei, ifjúsági felelős, amik vannak egy-egy megyében, egyházkörletben, ezek egy-egy ciklusra, 6 évesek a ciklusok az evangélikus egyházban, ezek 6 évente újulnak. Az elnök püspöki is egyébként a 3 püspök közül, ami tradicionálisan mindig a olyan értelemben korelnök püspök, hogy aki leghosszabb ideje van, legrégebben van a püspöki szolgálatban, az volt, de a zsinati törvény ma már lehetővé teszi a választást, tehát kötelező a választás, de eddig nem volt. De titkos. Titkos, igen, személyre mindig a választás közülük, de eddig sosem éltünk vele, hanem a fiatalabb 2 püspök mindig lemondott a ilyen értelemben legrégebben hivatalban lévő püspök javára, és így őt meg is választja. Nem véletlenül kérdezem, mert ugye a reformátusok esetében most a Balog Zoltánnál kivételt tettek, ha tudomásom szerint, inkább módosították az alapszabályt, meg ezeket a hagyományokat, hogy a legnagyobb és a két legnagyobb közt van, ugye most mondjuk a Karcsinak kellett volna, hogy jöjjön a Szabó István után, mint ahogy korábban is volt, ugye a Bölcskei után a Szabó, ahol a kritériumok azért szintén hasonló, 15-10 év, stb. De az nincs akkor, tehát nekem az érzésem, hogy a politika ne szóljon bele ebbe egy hagyományba, itt beleszólt, az az érzésem, ebből lett végül is a Balogh Zoliból zsinati elnök és megpüspök is. Nem biztos, hogy szerencsés a hívek számára. Elnézés, hogy itt bemegy, mert nálatok ez a fajta rendszer, ezt én ismertem és tudtam, és azt mondtam, hogy ez igen, ez valóban tényleg a hívőknek a szolgálatát elősegítő, sőt arra épülő tiszteletadás a püspökség, mert ez egy tiszteletadása. Az igaz, hogy nagyobb bizalommal és nagyobb feladattal is jár ez, na de nem mindegy, ha én azt szeretném, hogy te legyél a püspököm, akkor én segítem a te munkádat, ez az alap, és nem hátráltatom. Már elnézés vissza. Na de végül is itt ebből megtudtuk azt, hogy hogy néz ki az evangélikus egyháznál ez a fajta úgynevezett választással kapcsolatos kötelezettség is. 68-ban kezdtél. Ott ha még csak én jól emlékszem, akkor te Szegeden születtél. Szegeden születtem. És az iskoláidat? Azt Orosházán kezdtem. Azt már Orosházán. Igen. Elég sok helyen laktunk a kisgyermekkoromban, mert hát édesapám, nagyapám is orvos, és sajátos családi, meg a történelem adta körülmények miatt egyik településről a másikra került még édesapám, és akkor nyilván vele együtt a család is, mert ő Kiskunfélegyházán kezdett. Tulajdonképpen én is lényegében oda születtem, aztán Kunszentmártonban volt rövid ideig házi orvos. Így óvodába ott is kerültem, majd rögtön Orosházára mentünk, és Orosházán volt egy 6 éves időszak, ami egy kicsit hosszabb, óvodai és általános iskola alsó tagozat, és negyedikes volt a általános iskola, amikor Csongrádra kerültünk, de ott csak 1/2 évet voltunk, és az 5-et már Szarvason kezdtem. És tulajdonképpen innentől lényeges a dolog, mert itt már egy kicsit az öntudatára ébredő fiatal kamasz vagyok, aki emiatt szarvasinak is vallom magam, bár ebből kiderült születésileg nem, és hát a rokonságom nem is Szarvason él. Feleségem ellenben szarvasi lány, és az ő rokonsága ott él, de szarvasinak vallom magam, ott ébredtem a öntudatomra, személyiségeinek, az ember, ahogy megismeri saját magát, és fejlődik, ott nagyon sok inspirációt kaptam. Kinek az inspirációjára gondoltad, hogy te neked ez a pálya az igazi, és nem más?
most nagyon bátran azt merem mondani, hogy a Szentlélek inspirációjára, de egyébként nagyon vallásos neveltetést kaptam. Tehát mi, amikor nagyon sokat kirándultunk, sokszor mentünk haza szülőkhöz, nagyszülőkhöz, tehát édesapámék ugye a szülőkhöz, mi a nagyszülőkhöz, Kiskunfélegyházára, és ott mindig vittek bennünket templomba, és ilyen értelemben tőlem ez az egész nem állt távol, de tradicionálisan orvosnak készültem. Igen. Tehát alapvetően tehát az volt a helyzet, hogy az volt a ott játszottam nagyapa rendelőjébe, édesapáméba, édesanyám szakaszisztens, bármikor beszaladtam az STK-ba, mindenki ismert. Tehát, hogy azért ez, ebbe az ember úgy belenő, mint mindenki, aki így egy, látja édesapát, nagyapát dolgozni. És a legtermészetesebb volt, hogy én orvos leszek, ellenben a kamasz, nagy kamasz éveimben, a gimnazista években osztálytársak hívására a Szarvasi egyik evangélikus ifjúsági, ott ugye két evangélikus gyülekezet van, és az új templomi gyülekezet ifjúságába kerültem, ahol személyessé vált ez az egész Isten kapcsolat megszólítás. Nem csak egyfajta tradicionális vallásosság volt már, amit megélhettem, ami egyébként sokat jelentett számomra, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy én egész kisgyermekkoromtól nem aludtam úgy el, hogy ne imádkozzak, saját szavaimmal ne köszönjem meg, arra tanítottak, hogy köszönjem meg azt, amit aznap kaptam, és szabad volt kérni, és hát nagy vágyak voltak, légpuska, tehát hogy már mosolyog ezen az ember, de hát egy kisfiú. Hogyne. Miért is imádkozzon, amikor nincs nagyobb, hát a baj van, akkor persze mindenki a gyógyulást kéri, egyebeket, de megvolt ez a hagyományos hitélet az én kis életemben, de ott vált egészen személyessé az, hogy Isten egész konkrét vezetéssel tud beleszólni az ember életébe. Egészen napi szinten, ugye a bibliaolvasó útmutatóval ott ismerkedtem meg, hogy mi az aznapra szóló szava hozzám az Úristennek, és hogy ezt hogy lehet keresni, és hogy lehet elkérni, mert ez nem mindig egyszerű. Kinyitom, és nem biztos, hogy mond valamit, és ilyen élményekkel gazdagodtam abban az időben, hogy ugye fiatalok szombat este elmentünk ifjúsági úr után még egy kicsit csavarogni. Én általában csak egy kólát ittam, a barátok már néha kicsit többet is sörből, a bátrabbak, akik otthon ezt megmerték kockáztatni. És másnap 9 órakor templom, Isten tisztelet. Nyilván a baráti körnek ez nem kötelező, én mindig mentem. De hát elég nehéz felkelni az ember későn kerül ágyba, hogy most 9-re oda kell érni. És az egyik ilyen alkalom, amikor nehezen keltem föl, és elveszem az útmutatómat, és olvasom, hogy Ábrahám pedig felkelt és elindult. És nem tudom ez másnak mit jelent azon a napon, de nekem egy életre vésődött be, hogy ilyen nincs, hogy nem kelek fel. Felkel és elindul, és az Isten kapcsolatát megéli az ember, és elindulunk, és ez csak egy nagyon banális és nagyon egyszerű példa. De tulajdonképpen hasonló módon válik az valósággá, hogy Isten tényleg bele tud szólni az életünkbe. Egy-egy igén keresztül, igen, egy ige hirdetésen, ahogy hallgatjuk a lelkészt, mindnyájan más helyzetből jövünk, más érzelmekkel, töltöttséggel, de sokszor megélem lelkipásztorként, ige hirdetőként, hogy odajön utána egy kedves asszonytestvér, férfi testvér, vagy fiatal, és azt mondja, hogy te Péter, vagy tisztelendő úr, vagy püspök úr, ez pont nekem szólt. Te honnan tudtad? És akkor hát el kell mondani, ezt én nem tudom. Engem a Szentlélek vezet, én amit átszűr rajtam, azt megpróbálom átadni, és hogy ő azt hogy teszi élővé a másik ember szívében. Ez a Szentlélek munkája, és nem az enyém, és nekem fogalmam se volt, én, és a lelkész nem úgy készül, hogy látom magam előtt az Istvánt, Józsefet, Erzsébetet, Máriát, és neki ezt akarom mondani, ott már nagyon nagy baj lenne. Nem így működik, nem kiprédikál még akkor se, ha szíven talál, hanem ez a mi Istenünknek a hatalma, hogy és ez minden kinél jelen valósága. Ritkán hallani lelkipásztoroktól is az, hogy mindig tudok adni valamit. Vagy visszakapom annak a jelzését, de úgy érzem, hogy megint adtam. Minden egyes igehirdetés, evangélium, vagy egyáltalán találkozás, az egy töltekezés, azért jönnek oda. A bárányok nem véletlenül figyelnek a pásztorra. Ez így van. És nem mindegy az, hogy mennyire tisztelik is ezek után, és milyen hatással van a közvetlen környezetére.
És nagyon fontosnak tartom, ha még annyit hozzátettek, hogy a lelki pásztor számára, és sokszor kérdezik, hogy hogy bírjátok, más lelkészektől is, hogy bírjátok ezt a sok-sok feladatot. Úgyhogy miközben igével foglalkozunk, az bennünket is épít. Közben egymás hite által mi is épülünk. Nagyon jó. Úgyhogy örülök neki, mert nekem nagyon régóta ez hogy is mondjam, arcpolitikám, hogy ugyan én pedagógus vagyok, de valahol lelkipásztor is. Hiszen a gyerekek szemén keresztül látom azt, hogy ott vannak, vagy nincsenek. Gondolom, te is így vagy, hogy amit mondasz, azt érzékeled a szivacs szerepéből, vagy nem érzékeled, mert máshova néznek, ebből adódóan magadba keresed a hibát. Végül is ez az inspiráció adott neked egy olyan lökést, hogy na neked hol a helyed? Jó, gondolom? Igen, amikor már ilyen formán igyekeztem Istenre figyelő életet élni. És az nagyon fontosnak tartom, hogy aki még csak keres, vagy ettől távolabb jár, nehogy félreértse, ez nem azt jelenti, hogy ha valaki Istenre figyelő életet él, hogy hibátlan, meg bűntelen. Sokkal inkább talán azt tanuljuk meg, hogy kinek a kezét fogva tudunk felállni, amikor elestünk, és összetörik valami bennünk, vagy általunk, körülöttünk, és azzal a reménységgel indulunk mindig tovább, hogyha ha Isten kezébe kapaszkodunk, akkor egyre ritkábban történik meg ez a bukfenc az életünkben, egyre hamarabb kapunk kézbe, és éljük át ezt a vezetést. És miközben így igyekeztem fiatalon élni az életem, egyszer csak rám nehezedett, egyébként épp az érettség évében már be voltak adva a felvételi jelentkezések, hogy ez nagyon szép, hogy én próbálok keresztény emberként élni, na de sose kérdeztem meg az Úristent arról, hogy és ő hol akar engem látni. És lehet az orvoshivatás egy nagyon szent hivatás, és nagyon tisztelem és becsülöm az orvosokat, akik szívvel, lélekkel végzik tényleg a maguk munkáját, de mit szeretne az Úristen, hogy én hova kerüljek, és attól kezdve nem volt más kérdésem, csak ez, de mindig nehéz, hasonlóképpen, mint a párválasztás. A legtöbb fiatal azzal jön oda a lelkészhez, hogy és honnan tudjam, hogy kit szán nekem az Úr, melyik lányt, melyik fiút, ugye, ki melyik oldalról tekint az életre. És nyilván, ha kinyitom a Bibliát, az nem lesz benne, hogy Kondor Péter legyen lelkész, nem lesz benne, hogy Kondor Péter Klárát vegye feleségül a gyülekezetben, vagy utazon el Szegedre és ott keresgéljen. Tehát ennyire nem egyszerű a körülményeinken, a lehetőségeinken, nagyon sok mindenen keresztül, értelmünkön keresztül is vezet bennünket Isten, de számos beszélgetésben, igehirdetésben, személyesen kapott igében tulajdonképpen egyet hadd idézek, az erősödött meg bennem. Azt kaptam, hogy te pedig maradj meg amellett, amit tanultál, miről bizonyosságod van. És nekem 17 évesen, 18 évhez közeledve egyetlen dologról volt akkor igazán bizonyosságom, hogy engem Jézus Krisztus megváltott, hogy értem is meghalt, hogy az ő szeretetéből élek. És mindaz, ami addig velem történt, akár a szülőkön, családon, baráti körön, gyülekezeten keresztül, az minden az ő ajándék, az ő gondviselő szeretete. És ebből én egy teljesen egyértelmű hívást éreztem, hogy nekem erről kell beszélnem. És meg kell próbálnom mindenkit oda szeretni Krisztus közelébe, hogy ugyanezt az ajándékot megkaphassák, elfogadhassák, mert ő adja, ő mindnyájunkért adta az életét, mindnyájunkért ugyanúgy jelen van ma is. Csak nem mindenki tudja még elfogadni, itt egy TV, rádió környezetben nyugodtan mondhatjuk, hogy ami adóvevő készülékünket, a vételt be kell állítani erre a csatornára, hogy elkezdjük érzékelni Istennek ezt a szeretetét, hogy kinyissuk a kezünket az ő ajándékai előtt, mert csak a nyitott kezünkbe tudja beletenni. Amíg nem vagyunk nyitottak, addig ő ott vár készen mindazzal, amit elkészített számunkra. És csak azt tudom kívánni, hogy így keressék bátran. És az elején azt mondta, hogy keressék Kondor Pétert, hát ha személyesen nem is tud mindenki engem megtalálni, de mindenütt megtalálja a helyi lelkipásztorokat, evangélikus egyházban, aki más hova tartozik, református, katolikus, görögkatolikus, ortodox testvéreknél, baptisták, pünkösdiek, metodisták, sorolhatnánk, számos keresztény közösség van, és
Krisztushoz tudunk megérkezni mindegyik úton, egy nagyon színes közösség. Ez nyilván én az evangélikus egyházban találtam meg az otthonomat. Nagyon érdekes, amit mondasz, a bátyám papnak fordított a helyzet. Papnak készült, és végül is a nagy szemináriumban már nem ment, hanem orvos lett. Na. És aztán 56 miatt Bécsbe, és azt mondta, hogy én a lelket is gyógyítom egybe a testtel együtt. Tehát nem mindegy, hogy milyen lelkülettel, szikét vagy az emberrel való kapcsolata van. Szóval az... Édesapám is mindig ezt mondja, hogy néha fontosabb a beszélgetés. Így van. Meghallgatni, így átbeszélni, és az már félgyógyulás. Na, hát folytassuk tovább azért a te élettörténeted. Végül is ugye akkor eldöntötted, hogy teológia. Ezt gondolom, ez volt 4 év. Így van. És akkor... Nem, mármint a mint neked teológia az 86-tól 92-ig, és 92-ben szenteltek fel. 92-ben, igen. Gondolom Harmati Béla. Harmati Béla. Igen, és ővele is csináltam legutóbb. Vele is, Szebik Imrével is, és így tovább. Tehát Fabinyi Tamással, Szemerei Jánossal. És így tovább. Annyit hadd mondjak el azért az ősi Blatti családról, hogy a Zömer evangélikus volt. Sőt, Európa legnagyobb evangélikus templomát Blatti Sándor és Blatti László építette, mai napig is meg a fa templom, a 6000 főt befogadó, és Liptószentkereszten újra felépítették, mert ahol Nagypalugyán, ahol épült, az víz alá került, és így úgy döntött az akkori, az átkos időszakban, hogy ezt az értéket nem szabad, hogy a víz elnyelje, és felépítették, igen, és újra felszentelték. Erre is büszke vagyok, és sokszor, de hát a jelenlegi Magyarország területén is egy pár templom építésében mindig megjelenik, egy, akár Domonyban, akár Pászton. Szóval tulajdonképpen valahol a családnak ez a ezen egyházhoz való független attól, hogy én római katolikus vagyok, de lehetnék. Erős az evangélikus örökség is. Igen. Így van. És amikor a bátyám nem jöhetett haza 56 miatt, és Őri szigeten vett egy kis parasztházat, ahogy bemész ebbe a faluba, ugye Felső Őr, tehát Burgenlandba, akkor ki van írva, vagy Erősvár a mi Istenünk. Tehát otthon vagy. Igen. Na jó, de hát akkor első munkahelyed, vagy idézőjelben szolgálati helyed hol volt? Nagyszénás. Nagyszénás Gádorosi Társult Egyházközség, ami ez még egy Eperjes nevű kicsi település is tartozik oda, csak havi egyszer mentünk egy iskolába, ott nincs templomunk, de Nagyszénáson is Gádoroson van, és 4 évig szolgáltam Nagyszénáson. A Nagyszénás inkább az anyagyülekezet, a Gádorossal... De itt még nem voltál nős. De. Már nős voltál. Bizony, én 20... Éppen nem voltam még 21, amikor megnősültem, már mint 21 éves, tehát a teológián még javában, ja, tehát másodév a kapcsolat az... Igen. Tehát ugye alig tettem ki a lábam Szarvasról, ilyen értelemben Budapesten van ugye a teológia, az Evangélikus Hittudományi Egyetem, és még abban az évben tulajdonképpen megismerkedtem a akkor még leendő feleségemmel, és másfél év után összeházasodtunk, és ő feljött utánam Budapestre, és azóta tulajdonképpen kísér mindenhová. Ugye ez egy nagyon sajátos pálya a család szempontjából, mert a házastárs az, aki általában a nagyobb áldozatot kell, hogy hozza a saját pályája tekintetében. Ez igaz. Az én feleségemnek így a hosszú évek alatt mindig tanul valamit, tulajdonképpen 4 pedagógiai diplomája van, és a szíve-lelke a hitoktatás egyébként. Van tanítói is, tehát nem csak a hittan szempontból végezhetni ezt a szolgálatot, de mindig ott élt a gyülekezet közelében, az egyház kebelén, és így adódott, hogy hitoktat, és nagyon-nagyon szereti a gyerekeket. Egyébként családban is, tehát egy igazi anya, aki mindig a most már felnőtt 29 és 25 éves gyerekeim vannak, de otthon vannak még velünk. Az egyik tanul, a másik már nem. És máig, ha riskel, ha csirkemel, ha minden kérés azonnal teljesül, és látom, hogy ez tölti be az életét. Tehát akkor megházasodtam, és így már házasokként kerültünk Nagyszénásra, és majd oda született már egyébként az első
gyermekünk. És a következő állomás? 4 év után következett Szarvasó templom, ami bizonyos értelemben egy hazaérkezés volt. Igen, felesége, oda valósége. Nagy dilemma, hogy lehet-e valaki próféta a saját hazájába, ugye rögtön nekem szegezték ezeket a kérdéseket. Egyébként nagyon drága, értékes, szívmelengető 2 esztendő volt. A nagyszénási, kisgyülekezeti, hát nem olyan pici az a település, mert akkoriban 6000 lakosa volt, de azért egy falusias település. Ehhez képest ugye a Szarvas az egy patinás város, és nagyon pörgős nagy gyülekezet, rengeteg 27 órát tartottam, 27 hittanórát és bibliórát egy héten, évente 120 temetés, ami így fiatal emberként hirtelen, amikor ez rászakad az emberre, egy próbás szolgálat, tehát egy nagyon nehéz. Ki volt nagyon ott nehéz. Még egy lelkész, aki? A Nobik Erzsébet volt az idősebb kolléganő ebben a gyülekezetben, és az új templomban pedig a Deme Zoltán és a felesége Gede Erika, akikhez úgy sok emléked lehet. Emlékszem rá, igen. És én az ő szolgálatuk alatt indultam a teológiára az új templomból, a Deme Zoliék szolgálata alatt. Itt pedig nem egyedül voltam, tehát Nobik Erzsike parókus lelkész kolléganő volt még mellettem. És egy ilyen nagyon intenzív időszak volt, amikor megszólított Kondoros, ahonnan Budapestre került Stojanovics András, a Sarepta nagy szeretett otthon élére, és hatalmas ifjúsággal dolgozott. Szóval nagyon sok kihívás volt benne, és én elfogadtam a meghívásukat, és átmentem Kondorosra. Nem akartam én vándorolni egyébként, és Kondoroson egy Tenzing kórus nevű ifjúsági csoport működött, ahol ilyen nagyon sok világéneket is énekelnek, néhány egyházi dalt is énekelnek, saját zenekar, saját kórus, színdarabot adnak elő, és a háttérmunkában pedig mindig bibliakör kíséri ezt a folyamatot, és ez nagyon vonzó volt a fiatalok számára, úgyhogy szombatonként végül már 90-100 fiatal is volt 3 kórusban velünk, és ott, ahogy az előbb beszélgettünk, még kosárlabdát is szerveztünk péntekenként. Sportot. Sportéletet is megpróbáltuk, hogy én magamon éreztem, hogy az kevés, hogy csak azt teszi az ember, amit tennie kell, mert elfárad a nap végére. Több kondíció kell, mint amire egy átlag napon szükségünk van, és valamit mozogni kell, és hát mindig csapatba szerettem mozogni, és nagyon drága emlékek voltak, és nem sokkal ezután 3 évre megkeresett Békés Csaba. Egyrészt 2 év után esperessé választottak a Keletbékési Egyházmegyében, ami teljes meglepetés volt, hogy itt 31-32 évesen ezzel szólítanak meg, de hát akkor vált világossá, hogy hiányzik egy generáció. Tehát vannak a nyugdíjba készülő kollégák, akiknek már egy ciklusnyi idő nincsen hátra a nyugdíjig, és vagyunk mi néhányan ilyen 30 körüliek, éppen hogy csak 30 fölött, mert hát azért itt a kommunizmus 40 éve jelentősen éreztette a hatását, és így jöttünk ilyen, volt ott egy ilyen szakadék, ahol nem voltak a 40-es, 50-es kollégák az egyházmegyében, és hát egy elég egyhangú kérés fordult felém, és így vállaltam el. És mint esperest pedig, hát Békés Csaba kezdett el hívni, és egy év után mindig Békés Csabán volt az esperesi székhely. Kerültem Békés Csabáról, aztán 17 évig szolgálhattam, ez egy nagyon hosszú és nagyon szép időszak. Ez már egy komolyabb ív, és mint Békés Csabai esperest választották. Püspökkel a szentelésed is ott történt, nem? Nem, a Szarvason. Szarvason? A Szarvason. Ja, bocsánat, a Gáncs Péteré volt. A Gáncs Péteré volt Békés Csabán. A Békés Csabai nagy templom tatarozás alatt volt, nem lett kész, és meg kell neveznem templomot, e kettő közt nem tudok dönteni, Békés Csaba nagy templom vagy Szarvasó templom, mind a kettő történelmi szempontból is, az én személyes életem szempontjából is nagyon drága, és így nem volt kérdés, hogy akkor a beiktatásom Szarvason legyen. Az a legnagyobb templom talán, Békés Csaba. Ugye? Közép-Európa. Vagy Közép-Európa. Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomos. Igen. És egyébként egyike a legnagyobb evangélikusnak épült templomoknak Európában. Ugye nagyon sok olyan temploma is van az evangélikusságnak, amely korábban régi katolikus templom volt. Igen.
de evangélikusnak épültek közül. Nagy, olyan a nagy templom nekünk, mint a református testvéreknek a Debrecen. Ja, igen. Igen. Én Szarvassal kapcsolatosan Demezolit próbáltam rávenni annak idején, amikor ez a volt egyház ingatlan tulajdonrendezése volt, hogy az ottani szarvasi evangélikus tanítóképzőt kérjék vissza funkcióval együtt, de nem jött össze. És azért sajnálom, ugye hát most a Gál Ferenc Egyetem, igen, katolikus egyetem tanítóképző karaként működik, egy evangélikus alapú intézmény, ami azért is érdekes, mert ez az egyház, amelyiknek jelentős oktatási intézményei vannak, és mindegyiknek nagy tradíciója van, hogy itt a pedagógus képzésben feltétlen részt kellene, hogy vegyenek, és ez az épület erre lett volna mondjuk, igen, alkalmas. Az egyetemnek egy pedagógus képző kara kellene, hogy legyen minél hamarabb. Hát a kérdés az, hogy hol. Én annak idején Aszódra gondoltam, a visszakapott Podmaniszki kastélyt még annak idején, hogy azt lehetne. Igaz, hogy sok pénz kellett volna, kellene rá, de most már az is elúszott. De gyakorlatilag meg kellene csinálni mindenhogyan. Pláne olyan helyen, ahol az aláképzéshez ott van minden intézmény. Óvodától gimnáziumig. Így van. Igen. Hát, és ez, igen, lehet Békéscsaba is. Egyébként szóba jött mindegyik. Sajnos így van, hogy egyfajta történelmi hiba, hogy akkor nem a megfelelő időben nem tudott lépni az evangélikus egyház. Nagyon jó egyébként a kapcsolata Gál Ferenc egyetemmel, hát, is. Tehát Kozma Gáborral nem is lehet rossz. Kimondottan testvéri, baráti kapcsolatban vagyunk. Nem tudunk nyilván sűrűn találkozni, de, igen, de többször beszélgettünk, ha lehet így mondani, stratégiai kérdésekről. Tényleg nagyon jó lenne, volt már szó Békéscsabáról, Sopronról, Nyíregyházáról, esetlegesen valamilyen budapesti lehetőségről. Igen. Én ebben most nem mennék bele, elég bonyolult, hogy mikor mibe akad bele az ember. Sokszor egyházon belüli nagyon kemény versenybe, hogy miért az ország egyik vagy másik vége. Budapesten pedig nagyon nehéz belépni a rendszerbe, mert itt meg nagyon telített. Tehát itt van a legkevesebb lehetőségünk, hogy megvalósítsuk. Nyilván teljesen végleg nem tett le erről az evangélikus egyház, de pillanatnyilag nincs közvetlenül napirenden. De az, hogy a szarvasi tradíció mit jelent, azt köszönöm, hogy én említetted, megmondom őszintén, mert nekem, nagyon sokat mindjárt számára. Mint pedagógus, persze, hogy azon gondolkodom, hogy hol lehetne. Hát azért Békéscsaba, mert éppen te említetted, hogy a szlovák nemzetiség, ha egy kicsit följebb jövünk, akkor Solt-Vadkerten a német nemzetiség identitását segítő evangélikus oktatási intézményeknek a pedagógus képzése, az közelebb kell, hogy legyen, vagy akár továbbképzése, vagy felnőtt képzése. Békéscsabán pedig volt ott, vagy van ott főiskola, amit át lehetne, pontosan, venni ezzel a funkcióval. Elő is készítettük ezt annak idején nagyon alaposan, tulajdonképpen csak bólintani kellett volna, de tehát inkább egyházon belül jött Sopron, Nyíregyháza, tehát kialakult egy olyan rivalizálás, hogy egyik irányba sem tudott elbillenni a mérleg nyelve. Én egy esperes voltam akkor, tehát nem, nyilván akkor a súllyal nem is tudtam beleszólni az egyház életébe, mint adott esetben esetleg mostanában. És így ez akkor elmaradt. Békés megyében egyébként 4 evangélikus gimnáziumunk van, tehát, és mivel említettük, hogy az elején, hogy nagyon nagy a merítés, tehát a régi népegyházi gyülekezeteknek azért a hagyományaiból élve, mert nyilván nem mindenki gyakorolja a vallását, de nagyon sokan tudják, hogy ők egy evangélikus családból származnak. És amikor ezekben a gimnáziumokban végeznek, tehát ha ott lenne közvetlenül a lehetőség, akkor jó lenne élni vele. De azért azt is hozzá kell tennünk, hogy nem csak mi evangélikusok, szerintem minden felekezet küzd azzal, egészen a rendszerváltás óta, aztán a hitoktatás lehetőségének a egészen tágra nyitása óta, hogy nagyon nehéz, és ezért is kellene egyébként minél több egyházi tanító és tanár képző intézmény, mert nem, nincs elég pedagógusunk, evangélikus, vagy akár nyilván református katolikus. Szoktuk mondani, hogy amikor egy gimnáziumban matek tanár kell, és hát milyen kevés van, nagy hiány van matematika, fizika szakos tanárban,
akkor nem az az első, hogy evangélikus-e egyáltalán keresztény. Hát először is nincs matematika tanár, tehát örül egy igazgató, hogyha valahonnan tud szakos pedagógust szerezni, és akkor az egy sokadik lépés, bocsánat, hogy ilyet mondok ki püspökként, hogy akkor ő jó keresztény is legyen, esetleg ráadásul a saját felekezetünkhöz tartozó legyen. Ezzel szerintem jelenleg minden felekezeti iskola küzd. És a történelemnek dolgozunk, ezt szoktam mondani, hogy hisszük, hogy az Úristen megnyitja a kapukat és a lehetőségeket nekünk. Nekünk el kell mondani, hogy ő hogyan hordoz és hogyan szeret bennünket, és amikor ezt majd meghallják, egyre többen lesznek, akik a szolgálatba elszegődnek. Most már sokan vannak, akik a saját intézményeinkben végzett fiatalok, tehát nálunk érettségizett fiatalok, és visszakerülnek pedagógusnak a alma materbe. És hát igen, csak nem mindegy, hogy melyikbe. Hát persze, igen. És hogyha, igen, hát végül is egyetlen egy, ugye azt mondjuk, hogy katolikusoknak már 3 egyetemük van, meg a reformátusoknak 2, evangélikusoknak 1 minimum kell, nem? De úgy, hogy több lábon álló. Most a teológia, tehát az Evangélikus Hithitoktatási Egyetemen azért ilyen értelemben bővül is a képzési profil. Egyrészt a hitoktatásra az igen, már régóta fókuszál, másrészt a diakóniában, a diakónus képzéssel kapcsolatban indult meg most a fejlesztés, most már többen oda kerültek ezzel foglalkozó kollégák, és elindult ez a folyamat, mert ugye az oktatási rendszerünkön kívül ott van a diakóniai intézményrendszerünk, ami szintén nagyon jelentős, hiszen az evangélikusság számarányához képest, történelmi tradíciója ez is, számarányához képest igen jelentősen vett részt mindig az oktatásban és a szeretett szolgálatban, a diakóniában. De a kántorképzés is. A kántorképzés is természetesen ugyanilyen. Hiszen olyan szépek az evangélikus egyházi énekek, igen, hogy igen. Azért nem mindegy, hogy igen. Azt hogy adja elő, és hát sok híres kántor adott azért az evangélikusság. Hát hogyne. Vagy orgonistát. Nagy zeneművészek. Igen. Voltak, és hála Istennek vannak is. Vannak is. És vannak is közöttük. És hogy én örülök neki, hogy erről beszélgetünk, mert most egy olyan pozícióban vagy, korodnál fogva is lehet, hogy hosszabb ideig tudod talán orientálni a többi kollégát is, hogy ebbe az irányba kellene elmenni ahhoz, hogy ez a egyház ne az legyen, hogy mi vagyunk a legkisebb történelmi idézőjelbe. Már, mert ugye körülbelül hát azt lehet mondani, hogy a méretünk adott. Hát lehetne igen. Nagyobb is, és vannak partnerek. A igen. Partnerek éppen az a két nemzetiség, amelyiknek a identitása, a nemzetiség identitása és a vallás identitását is segíted. Mindenesetre Sortmad Kerten, Tóth Komlóson, vagy bárhol van. Ezek mind sokat jelentenek. Hozhatják az anyaországból adódó kapcsolatok, és az bővítheti akár a egyházközségek számát is, és egyáltalán a hithez való tartozásnak a megerősítését is. Úgyhogy ez nem könnyű. Örülök annak, hogy ez az egyház, amelyik most már több mint 20 éve, lassan 30 éve a Bajor egyházzal, evangélikus egyházzal van egy szoros kapcsolat, ami éppen most kölcsönösen sokat igen. Adhat egymásnak. Igen, újabb 5 évre most szavazta meg, nincs egy hónapja a Bajor Zsinat is, és a miénk is. Májusban lesz az aláírás a következőnek, és az az érdekes ebben, hogy ugye nagy-nagy viták vannak, aki újságot olvas, híreket hallgat, tudja, hogy itt azért nem egyszerű a helyzet a német kormány alakítás kapcsán, és hogy milyen irányba is mozdul el a német közélet is, és mennyire vannak megbékélve esetleg a magyar választók hát, akaratával. Igen. Itt ebben vannak ugye elég komoly viták. Egyébként vannak egyházi szinten is ebből fakadó konfliktusok, tehát ez nem mindig, ez nem mindig egyszerű a Bajor Egyház vezetésével sem, mert vannak olyan kritikai észrevételek, amelyeket csak sajtószintről ismernek ők is, és el kell jönniük, és le kell ülni velünk beszélgetni, és látni kell az életünket ahhoz, hogy átéljék, hogy ez nem minden úgy van, tehát nem kell mindig felülni az éppen aktuális sajtó lehetőségeinek,
De az a kapcsolat, amiben gyülekezeti tagok egymással intéznének, egymással, és ez nagyon jól működik most már 3 évtizede ilyen formában, tehát ez a kapcsolat, ez testvéri kapcsolatokat szül, és megértést, és partnerséget, és erre tényleg lehet építeni, és tanulunk egymástól nagyon sok mindent, és azt reméljük, hogy az fog szárba szökkenni, ami az Úristen akarata is ebben, és azon lesz áldás. Hát igen, azt nem tudom, hogy csinálják-e még, mert annak idején az volt, hogy minden lelkipásztornak egy Opel Corzát biztosít. Hát azt már ez már megszűnt. Afrikát kell támogatni nyilván. Mi az... Logikus természetesen, igen. De azért nem mindegy, hogy egy indulásnál egy partner segíti az, hogy a mozgás teredet. Nagyon nagy segítséget kaptunk, igen, a rendszerváltozás után. Most már ezek néhány intézménynél előforduló építési támogatásoknál is csak ilyen 10 millió forintos nagyságrendek. Igen. Tehát nem ez a jelentős már. Sokkal inkább a testvéri lelki partnerség az, ami a jelentős a Aranyos Bajor Egyháza kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt gondolkodhattunk és beszélgethettünk. Egy kis üzenet a jövő nemzedéknek, hogy így is lehet gondolkodni. Egy ország lelki megújulásába, erkölcsi megújulásába is, ha ezek a gondolatok eljutnak mindenhova, a békétlenség és a pénz utáni vágy helyett egy kicsit máshova is lehetne nézni fölfelé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.